Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. A Civil Összefogás Fórumot és magába foglaló Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány 10. születésnapi ünnepségén, egyben a Szellemi Honvédő díjak átadásának ünnepén is. Szó lesz ma arról, mi minden kövezte ki ezt az utat, és rámutatunk arra is, hogy egy igazi civil közösség milyen erőt képes képviselni, és milyen módon képes szolgálni a nemzete javát. Ah!
Tisztelt elnök úr, tisztelt együtt ünneplő kedves barátaim, civil összefogás formának 10 éves születésnapjára nem csak ünnepi köszöntőt jöttem mondani, hanem bajtársként is érkeztem önökhöz. Bajtárs szavunk a bajviásban gyökerezik, és azokat jelöli, akik azonos oldalon állnak egy küzdelemben. Magyar múltunknak sajnos egyik megkerülhetetlen öröksége az a bajvívás, amely a hazánkban az Isten tagadó és az Isten hívő, a világhű és a hazafi, a birodalmi internacionalista és a nemzeti értékrend képviselői között zajlik tulajdonképpen évszázadok óta. A történelmi korok, szereplők, részletek és ideológiák változnak, de a bajvívás kényszere marad. A középkori bajvívásnak még voltak szabályai, a küzdelem tartatott halálig, első vérig vagy fegyverölesztésig. Modernnek mondott világunkban már az a szabály, hogy nincs szabály. A táborokba gyűlt bajvívók átadják a fegyvert az utódaiknak, és a küzdelem zajlik tovább. A fórum egyik alapítója, Kis Tamás barátunk éppen a tegnapi írásában feszegette azt a kérdést, hogy jelenkori bajvívásunkban, azaz napjaink magyarországi szellemi polgárháborújában, nagyon lehetséges-e bármiféle tűzszünet, demarkációs vonalak mentén történő osztozkodás, vagy magyar létmóddá fog válni a küzdelem. Tamás költői kérdésére prózai a válaszom. Szerintem az a szellemi polgárháború, amelyben élünk, már magyar létmóddá változott, amelytől az utánunk jövő nemzedékeket nem tudjuk megóvni, csak fel tudjuk készíteni őket a küzdelemre. Sőt, hogy tetézzem a rossz híreket, ha vetünk egy figyelmesebb pillantást Európára, vagy akár a nagyvilág ezen kívül eső jó néhány tájékára, akkor már ott is egyre jobban látható, miként válik hasonló módon létmóddá egy olyan szellemi politikai küzdelem, amelynek tétje, hogy az európai emberek, illetve más földrészek nemzeti államainak lakói meg tudják-e őrizni otthonukként Európát, illetve államaikat, hogy szellemi és politikai hajléktalanokká válnak a saját szülőföldjükön. A szaknyelvben paramnéziának nevezik azt a jelenséget, amit a köznyelvben déjà vu érzésnek mondunk, amikor valaki úgy érzi, hogy az éppen történő helyzetet már korábban átélte, az adott esemény már korábban megtörtént vele. Nekünk magyaroknak egy ilyen történelmi déjà vu érzésünk van sok jelenlegi európai történéssel kapcsolatban. A múltunkból mi ugyanis már megtanulhattuk, hogy mi a következménye az idegen pénzügyi és gazdasági megszállási törekvéseknek, a szellemi gyarmatosítási kísérleteknek, az ellenőrizetlen migrációnak, a határvédelem hiányának, vagy a politikai önvédelmi képességek korlátozásának. Talán ez is az oka, kedves barátaim, hogy a hazáját és nemzetét szerető és azért felelősséget is vállaló sok európai bajvívó közösség, politikusok és civilek egyaránt napjainkban példaként, erőforrásként és szövetségesként tekintenek a mi bajtársi közösségünkre, amelynek civil lelkét 10 esztendeje az örök formája. 10 esztendővel ezelőtt Magyarország mély politikai, gazdasági, társadalmi és morális válságban volt. 2009-re összeomlott a posztkommunista hatalomgyakorlás szervezete. Itt most egyszerre gondolhatunk a hazugságra és csalásra alapozott kommunikációra, a rendőrség által véghez vitt és a Kádár rendszer legrosszabb napjait idéző véres utcai erőszakra, a cigány áldozatokat ért mélységében máig felderítetlen aljas gyilkosságsorozatra, a gazdasági és pénzügyi csődre, az önkormányzatok és az állam tudatos eladósítására, a családok százezreit tömbszélére jutató devizás uzsoracsapdára, a rezsiárak elszabadulására, az állami funkciók tudatos elsorvasztására és a külhoni magyarság megtagadására. A szellemi honvédelem fogalmának megalkotója Szabó Zoltán egy hasonlóan válságos történelmi helyzetben 1939-ben ezt csövendölte. A magyar maga az észszerűtlenség, az érthetetlenség és a meglepetés, mint a régi harcmodorunk, a hirtelen futamodásból a gyors visszafordulás. A lehetetlenséggel vívunk, mint Zrínyi maga, és akkor vívunk igazán, ha a lehetetlennel vívunk.
A jólétben elveszítjük magunkat, a végveszélyben megtaláljuk. Hét alvó nemzet, de ha felébresztik, félkézzel csodát tesz. 2010-ben a magyar nemzet, a társadalom, a választópolgárok felébredtek, és az elmúlt 9 esztendőben, ha nem is félkézzel, de valóban csodát tettek. Mindebben a civil összefogás formának felbecsülhetetlen szerepe van, mert önök egyéni példamutatásokkal és közösségi cselekvéssel megerősítették az emberek hitét az önzetlenség, az alázat, a felelősség, az összetartozás, a hazaszeretet, a nemzetűség, és ami rendkívül fontos, a mindezek érdekében történő cselekvőképesség érvényességében és fontosságában is. Önök megerősítették bajtársaikat abban, hogy a maga eszközeivel, a maga erejéből is mindenki képes cselekedni a haza és a nemzet érdekében. Ez a magyarázat annak, hogy a civil összefogás fórumának hívó szavára mindig sokan hallgattak. Így volt ez a Hősök terén az első nagy összegyűlökezés alkalmából, így volt akkor is, amikor a 100 000-es lélekszámú békemenetek elejével mutatták fel a demokrácia lényegét, a népakaratot. Így volt akkor is, amikor a visegrádi összefogást a civil területeken kezdték megerősíteni, mi által sok ezben személyesen is megtapasztalhatták elődeink igazságát, hogy magyar és lengyel valóban két jó barát. Politikai közösségünk a Fidesz-KDNP szövetségének nevében köszönöm önöknek, nektek, köszönöm a civil összefogás fóruma minden tagjának és támogatójának mindazt, amit az elmúlt 10 esztendőben a magyar demokrácia, a társadalmi szolidaritás és a nemzeti összetartozás erősítése érdekében tettek. Isten éltesse, és a következő 10 esztendőben is segítse a civil összefogás formát, a magyar szellemi honvédelem bajtársi közösségét. Köszönöm a megtisztelő lehetőséget, hogy egyetemben lehetek önöket. Egyek vagyunk, amikor hazánkról, családjainkról őrző szeretettel gondoskodunk. Soha nem engedhetjük el egymás kezét. A keresztényi szabadság megvédése, bővítése, megőrzése az európai civilizáció szent kötelessége. Ma itt a teremben ülők képviselik több mint 15 000 szellemi honvédőket, sok száz velünk cselekedő civil közösséget. Támogatóink és neves szakértőink nap mint nap bővítik, népszerűsítik a civilitika sarjadzó tudományán, miszerint a népfelség politikai és társadalmi elfogadtatása adja a valódi demokrácia sziklaszilárdságú alapkövét. Hölgyeim és uraim, a cöpcök a 10 éves lett. Ünnepségünk az eltelt évekre visszatekintő, rövid emlékezést is szolgálja. Valódi civilségünk bizonyítéka
hogy az árcivil szervezetek sunyi módon párttá történt alakulását, egoista, öncélú hatalomra törekvését elítéljük. Mi viszont a nemzeti haladó konzervativizmus eszmeiségünket mindig és mindenkor nyilvánvalóvá tettük. Olyan kormányzást tudunk támogatni, amely hasonló elvek alapján végzi a nép többsége által rábízott feladatokat. Azokat, akik az adófizetők pénzért, kufárok módjára kiárusítják keresztény szabadságunkat, mi hazahárulóknak nevezzük. A klasszikus liberalizmus nézetei vallókat tiszteljük, de az ultraliberalizmus számunkra nem elfogadható. Nem kérünk a Soros-féle judáspénzekből, elutasítjuk a nyílt társadalom eszmeiségének imperialista dogmáit. A magyarok alapvető sorskérdéseiről önállóan kívánunk dönteni. Nem kérdés számunkra, hogy Európa és hazánk határai védelmeznünk kell, és a migrációtól meg kell óvnunk. Ezzel egy időben erkölcsi és anyagi szolidaritásunkat fordítsuk a bajban lévők helyben megsegítésére, barátaim. Elnézőek voltunk a Gyurcsányra rabló kormányzását illetően. Az offshore cégek garázdaságai, a devizahitelek ártatlan emberek nyakába akasztását, a haza kincstárának saját zsebre történő kifosztását elmulasztottuk büntetni. A bűncselekmények korrupció sokasága következmények nélkül maradt. Erre a Friss Tamás már a 10 évvel ezelőtti írásaiból is kellett hozni. Elég volt. Nem nézhetjük tétlenül, hogy az országrontók ismét visszalopozzanak az állami és önkormányzati rendszerbe. A bukott politikusok kísértetjárása elkezdődött. Meg kell akadályozni a szélsőséges egypártrendszer kialakítására épülő, külföldről fizetett zsoldosok előre nyomulását. Erre való a választott polgárok bizalma és a kétharmados többsége. Barátaim, nézzük meg távirati módszerekkel az elmúlt 10 évünk fontosabb eseményeit. 2009 virágvasárnapján ellenzéki civilként több mint 200 ezer embert mozgósítva Makovecz Imre vezetésével azt üzentük a hazug kormánynak, hogy elég volt. Ez a polgári megmozdulás a békemenetek ősbemutatója volt. 2011-ben lengyel testvéreinkkel és a határon túli 7 elszakított régió civil elnyőszervezeteivel megalakítottuk a civil együttműködési tanácskozás, röviden nevén CET. 2011 óta 7 alkalommal voltunk a békemenetek főszervezői. Szembefordultunk a brüsszeli bürokrácia szovjet típusú gyarmatosítási elképzeléseivel. Elutasítottuk a szuverenitásunkat, identitásunkat támadó kettős mércét. Itt szeretnék köszönetet mondani miniszterelnök úrnak, házelnök úrnak és kormányunknak, hogy személyesen is védik függetlenségünket, családjainkat, és ha kell, teszik ezt tűzzel, vassal. Igényük, hogy e harcban soha nem maradnak egyedül. Igyekeztünk megalapozni a civilitika tudományát. E tárgykörben neves szerzők tollából könyvet adtunk ki, majd az Európai Unió Civil Együttműködési Tanács összehívását kezdeményezve a Polgár Mérték Érték című könyvet 4 nyelven megalkottuk és eljutattuk partnereinknek. 14 ország részvételével Budapesten létrehoztuk az Európai Unió Civil Együttműködési Tanácsot, EUCE. Jövőre már az Európai Unió 27 tagországát várjuk Krakóba. Célunk a polgári kezdeményezések hatékonyságának növelése. Évek óta szervezünk civil akadémiáinkat, amelynek segítségével Budán és Pesten havonta elemezzük az Európában történő gazdasági, kulturális és politikai eseményeket. Kihelyezett akadémiák ez évben
már határon túl és vidéki nagyvárosainkban is helyet kap. Civil missziónk a hazai diák és gyermekétkeztetés is megcélozta, 16 ezer szakácskönyvet mutattunk el az ország olyan településeire, ahol főzőkonyha működik. Ízigvarás kiadványunk, évszakonként receptúra gyűjteményeket és technológiai leírásokat ad az egészséges táplálkozás segítő gyermek és diák élelmezéshez. Országos akciót kezdtünk házi konzerváló berendezések telepítésével, magántámogatóink jó voltából ingyenesen adjuk át a berendezéseket nagycsaládosoknak és kisvállalkozóknak. A velük kötött szerződése önkéntes munkánk segítségével segíti az egyesületek és alapítványok önfenntartását is, oly módon, hogy a helyi piacok részére kézműves készítményeket is előállíthatnak. Most azonban legyen az ünnepélyes szó. Minden évben hagyományszerűen kuratóriumunk szellemi honvédő diakat át egy közösségnek és három személynek. Ők azok, akik kiemelkedő munkával támogatták céljainkat és a civil világot. Szeretném megköszönni a velünk együtt gondolkodó közösségeknek, szellemi honvédőink sokaságának, a C12-ben működő tanácsadóinknak és kiemelten kuratóriumunknak, név szerint Bence Izabellának, Fritz Tamásnak, Németh Miklós Attilának, Reiser Norbertnek és Dr. Ifjú Lomnici Zoltán szóvivőknek, hűségételveinkhez és az önkéntesen végzett nagyszerű munkájukat. Ne feledjük, semmi rólunk nélkülünk. Köszönöm megtisztelő figyelmet! Lassan 20 évvel az ezredforduló után talán már kijelenthető, hogy a 21. században egy korábban soha nem látott új törésvonal osztja meg, sőt hasítja ketté nem csak az egyes országokat, nem csak az Euró-Atlanti régiót, hanem az egész világot. Egy olyan korszakba léptünk, amelyben a törésvonal egyik oldalán a globalisták állnak, a másik oldalán pedig azok, akik a nemzeti szuverenitás hívei. Kik a szuverenisták, a nemzeti szuverenisták? Azok, akiknek meggyőződése, hogy az emberek kötődése a családjukhoz, a lakóhelyükhöz, az országukhoz és a nemzetükhöz, tehát a lokalitáshoz soha nem múlik el, enélkül a bázis nélkül talajtalanná, kiszolgáltatottá, identitás nélkül sodródó, atomizált lényé válnák. Kik azok a globalisták? Azok, akiknek meggyőződése, hogy a globalizációs folyamatok túlnőttek a nemzetállami kereteken, és ahogyan a piac, a kereskedelem, a pénzügyek, a média, az internet, a közösségi hálózatok már államhatárok felett működnek, ugyanúgy a társadalomnak, az állampolgároknak is túl kell lépniük a nemzeti kötődéseken, az állami kereteken, és fel kell oldódniuk a világkormányzásban és a világtársadalomban. Céljaik középpontjában a fiatalok állnak. Őket szívják, szippantják be a globalizmus és a kozmopolitizmus fekete lyukába. És valljuk be, sajnos komoly eredményeket értek el az utóbbi 10-20 évben, gondoljunk a 120 országban jelenlévő soros alapítványok növendékeire, a nemzeti szuverenitásukat védő kormányok elleni tüntetésekre, nemrég éppen Prágában a Babis kormány ellen mentek az utcára például 200 000 fiatal, de gondolhatunk arra, hogy most éppen itt ezek hétvégén a Kossuth téren gyülekeznek a CEU védő fiatalok, ugye. Gondoljunk a multicégek engedelmes alkalmazottaira, akiknek a lelkét a vállalat már régen megvette, és nekik már mindegy, hogy mondjuk éppen New Yorkban, Szöulban, Tókióban, Londonban, vagy éppen véletlenül Budapesten dolgoztak, és gondoljunk például a Momentum nevű pártnak, az Európai Parlamentben a saját nemzete ellen ágáló fiatal politikusaira, a globális elit hasznos idiótáira. Ráadásul kezükre játszik a 21. század sláger tematikája, a klímavédelem is, amiből jó érzékel klímahisztériát csináltak a globális körök, és ebben is ezerrel támaszkodhattak a kozmopolita fiatalságra a világ minden tájáról. És mi, magyarok, itt vagyunk a 21. századi törvényvonal kellős közepén. Mint a szuverenitás egyik fontos bástyája, célkeresztben vagyunk. Benne vagyunk a világban, és a világ bennünk van.
Október 13-a az önkormányzati választások megmutatták, hogy a globalista és federalista körökhöz kötődő, őket kiszolgáló ellenzék nem szélet szét, a hálózat támogatja őket pénzzel, paripával és fegyverrel, s végső harcra készülnek az Orbán kormány ellen 2022-ben. Ne legyen kétségünk. A 2022-es parlamenti választások nem a bal és a jobb oldal, nem a szocialisták, liberálisok, keresztények, demokraták küzdelme lesz csupán, hanem elsősorban globalisták és a nemzeti szuverenisták összecsapása. Miként ez megfigyelhető manapság Európa más országaiban is a választások alkalmával. Október 13-a óta sokan bizonytalanodtak el a nemzeti oldalon, a mi oldalunkon. Vajon mit kellene másképp csinálni? Hol vannak a hibák? Hogyan nyerhető meg újra a nagyvárosi és főleg a fővárosi fiatalság? Mekkora a baj? Meggyőződésem, hogy természetesen szükség van egy pártszövetsége kormányon belüli önkorrekciós folyamatra és önvizsgálatra. Méghozzá bátran. Nem elkerülve a létező problémákat. Emellett azokban a legfontosabb annak a felismerése, és most itt a személyes véleményemet mondom, eddig is azt mondtam, hogy 2022-ben nem az MSZP vagy a DK lesz a legnagyobb ellenfél, hanem a Momentum. Az új generációk beléptek a politikai képbe. Elmentek szavazni, és még inkább el fognak szavazni menni 2022-ben. Én meg azt mondom önöknek, a politikai küzdelem megvívható és megnyerhető. Meg kell szólítani őket, de nem öregurasan, nem meldöngetve, hanem emberi hangon, és mai hangon, ráadásul a mai kor kommunikációs eszközeit felhasználva. Mert meggyőződésem, hogy a többségükben megvan a nemzettudat és a nemzeti érzés, csak szenderek. Fel kell éleszteni bennük. És harcolni kell. Nem az engedékenység a megoldás, nem a langyosság. Mert azokat nem csak az Úristen köti ki, de a fiatalság is. Tehát, hogy konkrét legyek. A nemzeti erből egy jottányit sem szabad engednünk, sem az Unióban, sem a nemzetközi szinteleken, sem itthon, a fővárossal való vitánkban. A nemzeti elv felvállalása és markáns képviselete a legfontosabb a következő években is, és ebben partner a nemzeti civil társadalom, a szellemi honvédők. A civil összefogás fórum pedig már 10 éve bizonyítja, hogy képes a civilek megszervezésére, legyen az békemenet, legyen tüntetés, legyen aláírásgyűjtés, és legyen népszavazás. Bízni kell a nemzeti civilekben, és a civilek meghálálják a bizalmat. Azt szeret, aki az utakban nem áll, azt szeret, aki tudja, ha menni muszáj, azt szeret, aki majd elenged téged, azt szeret, aki könnyezve élt meg, sávol innen, szín arany minden, cső a bókéban, és messze ült a szemei. Főműsor időben vezet gyakorlatilag önálló műsorokat,
De ez a tehetség, ez mit sem érne a jelen nélkül. Valakinek a karrier és a pénz nem minden, az elköteleződés, a lojalitás nagyon fontos. Amikor visszavettük a hírtévét, hogy fogalmazzak így, akkor ő volt az első, aki csatlakozott hozzánk, és azonnal dolgozni akart. Ma a megújult, visszafoglalt hírtelevízióban vezet egy műsort, amelynek az a címe, hogy Credo. Ez tulajdonképpen most azért jó, hogy én itt állok önökkel szemben, mert elmondhatom, hogy ez a műsor önöknek készül. Önök a célközönsége. Már a liberális oldal már magától a szótól, a címtől is összeránduló, akinek hitvallása van. Ez a hitvallás, ez ugye mindannyiunk számára nagyon fontos, a szemben, a bal oldal, a liberális oldalnak a nihilizmusával szemben. Ezúttal is azt kell mondanom, hogy Földi Kovács Andrea, aki ezt a díjat kapja, méltó elismerésben részesül. A szellemi honvédelem tulajdonképpen ő, szerintem egyszer róla fognak egy ilyen díjat elnevezni. Szellemi honvédő küzdelemről csak egészen röviden. Szükség van rá, mert bár ahogy említettem, sok ismerős arcot látok itt, ez sajnos annak az eredménye, hogy sokan vagyunk, de még mindig csak számosan. Hogyha majd számtalanul leszünk, vagy megszámlálhatatlanul sokan, na akkor majd talán megpihenhetünk, de addig semmi esetre sem. Ez a szellemi honvédő küzdelem nagyon patetikusan hangzik, de azért van szükség szellemi területen, védenünk a hont minden nap, és aktuális példákat is hallgattunk Péterről erre, hogy milyen ügyekben, vagy milyen aktualitások mentén, hogy ne legyen majd szükségünk más értelemben védeni a hont. Nem biztos, hogy ez elkerülhető, de addig is mindent meg kell tennünk annak érdekében, nap mint nap, újból és újból kezdve a küzdelmet, felszabadítva magunkban a magyar virtust és a keresztény szellemiséget, hogy ne kelljen aztán majd mondjuk területi értelemben ezt a hazát megvédenünk külső ellenségtől. Köszönöm a megtisztelő díjat, köszönöm szépen a díjat. A díjazott személy nem más, mint a szakmában a nevéből csak némának precézett író, újságíró, műsorvezető, aki természetesen egyáltalán nem néma, sőt időként eléggé harcos. Aki mindvégig megáll, az megtartatik. Máté evangéliumából lett idézettel köszöntöm Németh Miklós Attilát, némát, aki valódi szellemi honvédőként évtizedek óta vívta, vívja a maga csatáit, harcolva nemzeti értékeink megőrzéséért, a magyar érdekek érvényesítéséért, a maga eszközeivel, szóval és betűvel, ami neki fegyverként megadatott. Erőt adott és eligazított a világ dolgaiban egy-egy rávilágító és pontosan fogalmazott mondattal, úgymond mindig fején találta a szöget. Műsorait rendre követte aztán a hatalom és a törpe hatalmasságok retorziója. Hadállásait igazi honvédhez méltó bátorsággal és kitartással védve, 3 évtizedes szolgálat után kényszerült, na nem megadásra, hanem emelt fővel újabb bástyákat keresve. Teleki Pál gondolatait magáénak érezve, a váltásra. Ha mi nem tartjuk meg a magunk mi voltát, a magunk lelkiségét, a nemzetnek a maga mi voltáról vallott felfogását, abban az esetben megszűnik a nemzet. Európának egyik nemzete, alkotó eleme. És folytatta a harcot immár más, de hasonlóan fontos terepen könyveket írva, az Echo TV-nél műsort vezetve, polgári köröket segítve, vagy éppen a Civil Összefogás Fórum bölcsőjénél bábáskodva. Előremutató gondolatsor, amit Fritz Tamás itt megfogalmazott,
egészen biztos, hogy nagyon nagy tömegeknek jelent cselekvési programot. Csak azt kell mondani az elnök úrnak, hogy hát akkor cselekedjünk. És ha van miért, és van mikor, és van mit, akkor azt gondolom, hogy együtt vagyunk és együtt leszünk. Amikor 92 óta az elnökséget átvette a díjazott a Munkástanácsok Országos Szövetségének az élén, azóta hitvallásának tekinti a szervezet, hogy közösséget és szolidaritást vállal az 1956-os történelmi munkástanácsokkal. 2015-ben elnökségi tagja lett a díjazott a Kereszténydemokrata Munkavállalók Európai Uniójának. És azt is kiemelten fontosnak tartom, hogy ez a szervezet azért munkálkodik, hogy a keresztény értékeket megőrizze a munkától a világában, mint ahogy egyébként második Szent János Pál pápa is úgy fogalmazott, hogy ugyan a technológia átalakítja a munkát, de a munka alanya változatlanul az ember lesz. Mindig ott lesz az ember, mindig ott kell, hogy legyen az ember, legalábbis ebben reménykedjünk, és abban reménykedjünk, hogy az ember, aki ma megkapja a díjat, sokáig fogja tudni még ezt a nagyon fontos feladatot ellátni. Mi a munkánkat egy ilyen határmesdjén végezzük a civilség és a politika határán, egy nagyon konkrét munka miénk. A munkavállalókat, ahogy itt hallhattuk, olyan körülmények között dolgozó munkavállalókat is képviselünk, akiknek nem sok ideje van sem a civilséggel, sem a társadalmi értékekkel foglalkozni. Minden energiájukat szinte leköti azt, hogy eltartsák saját magukat, a családjukat. Ezért külön öröm, hogy a polgárság a keresztény, konzervatív polgári értékek képviseletében szervezett CÖF-nek mi is részesei lehetünk, tagjai lehetünk, és hogy a munkásság legalább az a része, aki a munkástanácsokhoz tartozik, már a polgárság részévé vált, és ezt köszönöm ennek a díjnak is, és köszönöm a szervezőknek ezt a lehetőséget. Mindennapi hős, a Magyar Géla főszerkesztője is. Petán Péter, aki jogi végzettségével az újságírást választotta hivatásul. Számára nem a szakzsargonon alapuló és így pont a kommunikációt megtagadó jogászkodás, hanem az érthető és hiteles tájékoztatás lett a lényeg. Megveti a fake news-t, az olvasó megtévesztését. Petán Péter vallja azt a pulitzeri elvet, hogy a hír szent, a vélemény szabad. Az a vélemény, amelyet a publicista élete, munkássága, neveltetése alapozott meg, ezért József Attilai magasságokba emelkedve nem csak a valódit mondja, hanem az igazat is. Petán Péter elkötelezett keresztény, három gyermek édesapja, akinek a munkáját meghatározó ars poetikája a hit és az alázat. Feltétel nélkül hisz a hivatásában, a nyomtatott sajtóban, a leírt szó erejében. Hiszi az olyan örökérvényű értékeket, mint a tehetség és a szorgalom. És bár eredetileg nem akart újságíró lenni, napilapos pedig épp nem, valahogy a Jóisten mindig úgy rendezi, hogy ami ellen tiltakozunk, azt végül megkapjuk. Ő is így járt, és a Forma egy magyar nagydíj sajtófőnöki pozíciója, a sportújságírás, a belpolitikai rovat vezetése, vagy épp a főszerkesztő helyettesség gyakorlása után 2014-ben a Magyar Hírlap főszerkesztője lett. Gyerekkoromban választottam magamnak ezt a hittel és alázattal. Ezt előttem ki magamnak jelmondatnak, és próbálom így élni az életemet. Én gyerekkorom óta ministráltam. Egészen addig, amíg az első gyermekem meg nem született, és amikor már tudott járni, felszaladt a szentélybe, papa-papa kiáltással, mert majdnem eldobtam a füstölőt. És
És akkor gondoltam, hogy bármennyire is fáj, de ezt most abba kell hagynom. És onnantól gyerekeimmel jártam tovább templomba. De én nekem gyerekkoromban az édesanyám bejött a plébános úrhoz, elkért a karingemet meg a minisztrán szoknyámat. Azt mindig haza kellett vinnem, mert mindig kivasalt, és vasárnap úgy mentem minisztrán, hogy vittem a karomon, kivasalva. És öltönybe. És én ezt azóta viszem a lelkembe, az én minisztráns ruhámat és a minisztráns szoknyámat kivasalva. És így próbálok élni, lenni és tenni ezért a csodálatos közösségért, meg a nemzetért. Önöknek köszönöm a megtiszteltetést, és azt szeretném mondani, hogy az írásból, hogy ne csüggedj el, kicsinsereg. Bár egész világ tör ellened, ne félj, dühe ellen tipor, lélek ellen csak földi por, lélek ellen csak földi por. És mi vagyunk a lélek. Köszönöm, hogy megtiszteltél. Emléknapot. Tavaly egy határon túli magánszemély kapta, idén pedig egy határon túli szervezet, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezete a kitüntetett, amely méltó várományosa a Szellemi Honvédő díjnak. Ez bizonyítja eddig elért sikerük, tevékenységük, amely nemzetet és összetartozást erősít. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezete 2014. június 21-én tartotta alapuló ülését. A kezdeti nehézségek után sikerült elkezdeni a munkát, sorra alakultak alapszervezetei, jelenleg 45 kárpátaljai magyar településen van jelen az ifjúsági szervezet, Ungvártól Aknaszlatináig. Nyarán a II. Rákóczi Ferenc főiskola egy kisebb termében egy maréknyi fiatallal gyűltünk össze, és határoztuk el, hogy újra alapítjuk az ifjúsági szervezetet. Sokan gondoltunk sokfélét, azonban mindannyiunkban közös volt az a gondolat, hogy tenni szeretnénk Kárpátaljáért, szülőföldünkért, magyar közösségünkért és annak megmaradásáért. Az, hogy mi vezérel minket, én most nagyon rövid leszek, és Fodós Sándor, a KMKS alapító elnökének gondolatait szeretném megosztani önökkel, ami nem más, mint az, hogy nekünk, akik még szülőföldön boldogulunk, az a feladatunk, hogy hitet és reményt tudjunk nyújtani közösségünknek. Ebben a szellemiségben zajlik az ifjúsági szervezet munkája, és én nagyon bízom benne, hogy vannak fiatalok, akik minden nehézség ellenére még a szülőföldben gondolkodnak, ott alapítanak családot, és ott alkotnak jövőképet. Épp ezért ezt az emléklapot én most nekik Kárpátaljára viszem haza, és viszem a jó hírt, hogy nem vagyunk egyedül. Vannak, akik minket támogatnak, vannak, akik ránk figyelnek, és érdemes küzdeni. Köszönöm szépen önöknek! Teljes jobban megtapsoltuk már ma este kiadósan, de úgy, hogy
így mindenki számára látható módon és az érdemei teljes fényében, ezt szerintem még elnök úrra nem tettük meg, úgyhogy én azt mondom, hogy Laci Egernek, hogy kérdező szeretettel köszönjük a lesz. Hiszen az a munka, amit végeztél, végeztetek az elmúlt 10 évben, az tényleg fantasztikus volt, nem akarok belemenni, hiszen mindenki ezen oldalról méltatta ezt a munkát. Nekem az a megtiszteltetés, engem az a megtiszteltetés ért, és az öröm a részem, hogy továbbra is együtt dolgozhatunk, úgyis, mint a civil tanács elnökével, másik fontos funkciód keretében, és úgyis, mint ugye a civilek, tehát a CÖFA elnökeként, a civilek, magyarországi civilek és európai civilek összefogását tekintve, hiszen ezt tervezzük, beszéltél a krakkói konferenciáról, ami jövő évben kerül majd sorra, amiben a helyettes államtitkárságunk is kiemelt szerepet szeretne vállalni ennek a konferenciának a szervezésében és segítésében, amikor arra jön civil, aki értéket teremt és közösséget tud építeni. Ilyenek vagytok ti is, ilyen a CÖFCÖKA, ezt megtettétek az elmúlt 10 évben, és fogjátok a jövőben is tenni. A civilek számára a mi ajtónk mindig nyitott, elnök úr is, de az ilyen ajtó is mindig nyitott. Én azt gondolom, hogy ugye sokan azt szokták mondani, hogy valaki egy államvezetőként egy területet felügyel, ezt szokták, hogy hát én nem felügyelem ezt a területet, mint teljesen reménytelen a civileket irányítani. Tehát ezt azért meg kell jegyeznem, a civilek azok önjáróak, per definíció nem, ezért nagyon helyes, hogy ezt teszik. Én magam annyit tehetek, hogy egy kapcsolódási pont vagyok számukra, egy olyan ember, akinek elmondhatják, hogy egy olyan szervezet élén, akinek elmondhatják gondjaikat, panaszaikat, és amit mi megpróbálunk valamilyen módon kezelni, elintézni, működtetünk egy nagyobb állami alapot, ami az egyetlen alap a civilek számára, nemzeti együttműködés alap, mindenkinek felhívom figyelmet, nagyon klasszikus alap, közel 8 milliárd forintos hosszú szín. Innen szeretnénk Brüsszelnek még egy utolsó üzenetet elküldeni, hogy ma Magyarországon, tehát mi ugye kb. 8 milliárd forintot osztunk szét, ma Magyarországon durván 300 milliárd forintot osztanak szét a civilek között, kormányzati, önkormányzati és EU-s forrásokkal vegyes forrásokból. Ez rengeteg pénz, úgyhogy azt üzenem innen Brüsszelnek, hogy Magyarországon a civil szféra igenis él és virul, nincs ok az aggodalomra, és ez így lesz a jövőben is.